Könyvtári kalauz múlt havi adásában az irodalomtudományi részlegen jártunk. Mai adásunkban pedig megismerhetik a nyelv- és könyvtártudományi részleget. Szokásunkhoz szíven megmutatjuk az itt folyó munkát, az itt dolgozókat, és természetesen a különleges állományt is. Előző adásunkban megtudhatták, hogy a nyelv- és irodalomtudományi részleg korábban egy gyűjteményhez tartozott, most azonban már önállósodott és különálló nyelvtudományi részlegként ismerhetik meg. Mi is jellemzi ezt a gyűjteményt? Ezt a gyűjteményt tulajdonképpen kifejezetten az jellemzi, hogy magyar és idegen nyelven találhatjuk meg a nyelvtudományi szakirodalmat. Ezen belül csoportosítva mondhatjuk el azt, hogy kézikönyvekre oszlik az állomány, különböző szakszótárakra, illetve nyelvek szerint csoportosítva az egyéb nyelvészeti szakirodalom. Egy picit akkor mutassuk is meg, hogy mi hol található. Jó. Belépünk, és akkor Balkész felé, hogyha elindulunk. Itt általános nyelvi szótárakat, illetve magyar nyelvtudományi kézikönyveket találunk. Egyébként a terem elrendezését tekintve tulajdonképpen a két oldala jelzi a használhatóságát, a bal oldalon a kölcsönözhető állományt találjuk, jobb oldalon pedig az olvasótermi anyag került elhelyezésre. A bal oldalon a kölcsönözhető állománynak talán még a jellegzetessége az, hogy a három fő kiemelt nyelv, tehát angol, német, illetve francia nyelvű nyelvtudományi szakirodalom található betűrendben, illetve a végén egyéb nyelvekből is találhatunk ízelítőt, nyilván jóval kevesebb példányszámban. Az olvasótermi rész annyiból módosul ehhez képest, hogy mivel gazdagabb gyűjteményről van szó, hiszen több anyag található meg csak olvasótermi használatban, így az már egyéb csoportosításokat is kapott. Szintén elhelyezését tekintve angol, német, illetve francia kiemelt csoportok vannak, de ezen belül egyéb csoportosításokat is alkalmaztunk. Általános nyelvészet, gyakorlókönyvek, nyelvkönyvek, illetve a szótárak is külön csoportosító vannak szakanyagokat tekintve. Talán még amit kiemelnék ebben a részlegben, egy nagyon gazdag szótárgyűjtemény. Szinte minden nyelvből találhatunk valamilyen szótárat, ami kifejezetten gazdag még az orosz szótárgyűjteményünk. Mennyire használják a szótárakat, illetve magát a gyűjteményt? Mi a tapasztalat? Hát természetesen a nyelvszakosok, illetve a magyar szakosok nagyon aktívan használják, de tulajdonképpen mivel minden főiskolásnak kötelező jelleggel kell ismernie valamilyen nyelvet, így ezért rákényszerülnek a használatára azok, akik esetleg hosszú éveken keresztül nem érintettek. Gyakran jönnek, értékesnek találják a gyűjteményt, tehát használható és elég sok mindent megtalálnak, amire szükségük van. Ezen kívül természetesen kutató munkához is, hát az említett különleges, illetve speciális szótárak ennek a kutató munkának elég jelentős alapját képezik. A használatnak milyen feltételei vannak? Tehát ha valaki szeretne ide bejönni és a nyelvtudományi részlegen kutatni, nyelvet tanulni, bármilyen könyvet kölcsönözni, hogyan teheti meg? Használhatóságát tekintve ez a szakrészleg ugyanolyan elven működik, mint az összes többi szakrészleg a könyvtárnyok. Nyitvatartásunk is így működik. A vizsgaidőszakot jellemző rövidített nyitvatartást leszámítva este 8, és itt reggel 8-tól este 8-ig nyitvatartunk. Ez alatt az időszak, vagy ebben az időszakban várjuk az olvasókat. Természetesen az említett rész kölcsönözhető, tehát hosszabb időre elvihető, de az összes többi dokumentum helyben használható. Segítségüket támasztja, vagy segíti még őket az Alef könyvtári adatbázis, szintén a többi könyvtári részleghez hasonlóan, tehát otthonról is akár bönkészhető az állomány, illetve itt helyben tudunk tájékoztatást nyújtani, valamint a kölcsönzés ezzel a rendszerrel történik. És végül a tapasztalatokról, hiszen még új keletű ez a fajta elrendezési mód, de azért már pár hónap tapasztalattal rendelkezhet. Mi a tapasztalat, milyen itt lenni, hogyan használják a különböző látogatók,
különböző céllal érkező látogatók a gyűjteményt? Úgy veszem észre, hogy elég könnyen megszokják ezt a fajta elrendezést. Annak minden esetre nagyon örülnek, hogy egy helyen található meg a magyar és az idegen nyelvi szakirodalom, illetve annak még inkább, hogy gyakorlatilag egy szomszédos teremmel együtt tudunk úgy dolgozni, hogy a szép irodalom és a nyelvészet, illetve az irodalomtudomány és a nyelvészet egy helyen található. Egyelőre pozitív visszajelzéseink vannak, hát reméljük, hogy ez így is marad. Természetesen a kezdeti bizonytalanság, ami ugye mindenkit érint, ez föllelhető, de amint kicsit megismerkednek az elrendezéssel, az onnantól kezdve nincsen semmi probléma, tehát úgy gondoljuk, hogy bevált ez az elrendezés, az elosztás. És reméljük, hogy ez a beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy minél magabiztosabban jöjjenek ide a látogatók, és minél gyakrabban, és minél nagyobb örömmel használják ezt a gyűjteményt. Várjuk őket szeretettel. A nyelvtudományi részleg szomszédságában helyezkedik el a könyvtártudományi rész. Most ilyen jó szomszédi viszonyba kerültek egymással. Ez volt ugye a volt kutatóban ez a gyűjtemény. Igen. Tulajdonképpen ide költözött a régi kutató állománya, amely kiegészült, majd mondom, hogy mivel. Ugye itt a nyelv- és irodalomtudományi könyvtárnak a gyűjteménye helyezkedik el alapvetően, és a két részleg összefügg állományát tekintve is. A megmaradt régi kutató gyűjteménye mellé így csatlakozott hozzánk a nyelv- és irodalomtudomány módszertani anyaga magyar nyelvből. Ez található meg itt ebben a részlegben, és a régi kutató állománya, aminek a fő részét a könyvtártudomány alkotja. Ezért szerepel a kiírásban is, tehát az ajtónkon is a könyvtártudomány elnevezés. Valaki bejön ebbe a terembe és körbejár, akkor mit találhat? Tehát itt ezen a falon fejezkedik el a könyvtártudományi állományunk, amelynek nevezetességeként hagy említsem meg, hogy nemrég gyarapodott egy régi kedves tanárunknak a hagyatékával, Ottovai tanár úr hagyatékáról van szó, és tartalmaz jó néhány régi könyvet is, amelyek közül mondjuk éppen Kudora Kádornak a könyvtártanát tudnám említeni, majd később meg lehet nézni ott az asztalon. A könyvtártudományi állományhoz csatlakozik szervesen, és ezért is nevezzük kutatónak igazából a kézikönyvtári állomány, illetve a bibliográfiák állománya. A kézikönyvtári állományt úgy állítottuk össze, benne inkább a régi kiadású lexikonok, szótárak, kézikönyvek szerepeljenek. Itt található tehát például a Révai nagy lexikona, a Meyers vagy a Brockhaus, de itt található a Heves megyén vármegye sorozat, amelyek nem csak a könyvtár szakos hallgatóknak, hanem bármely szakos hallgatónak a tájékozódását történetileg is nagyon segítik. Itt ezen a falon helyezkednek el a bibliográfiák minden egyes tárgykörből, tehát nem csak a természettudomány, hanem a társadalomtudományi bibliográfiák is. És akkor még egy állományrész, az már fönn a galérián, amely nagyon nevezetes, mégpedig a helytörténeti, illetve mondhatjuk inkább úgy, hogy iskolatörténeti gyűjteményünk, hiszen a helytörténeti gyűjteményt, a Heves megyeit, azt a Bródy Sándor megyei könyvtár kötelessége gyűjteni, nekünk inkább az iskolatörténet a feladatunk, tehát itt vannak a intézményünknek az évkönyvei, tudományos közleményei, de természetesen a megyéről szóló monográfiák, kiadványok is. A térbeli elkülönítés és ez a megkülönböztetett hely, hogy fenn van a galérián, ez jelzi az értékét és a különlegességet is a gyűjteménynek? Igen, valahol igen, és hagyd mondjam el, hogy rövidesen több helyre lesz szükségünk, hiszen az intézmény tanárainak az alkotásait, művei, dokumentumait kell, hogy gyűjtsük. Tehát ez csak a
alapja mindennek, tehát nagyon jó lenne, és szeretnénk, erre törekszünk, hogy minél több kiadványt, amely az intézményünkkel kapcsolatos valamilyen módon itt meg lehessen nézni. És akkor ez egy dinamikusan fejlődő része ennek a könyvtári részlegnek? Hogyne lehet mondani, hogy talán ez lenne a legdinamikusabban fejlődő része, mert hát ezt végül is büszkeséggel mond ilyet az ember, hogy a mi tanáraink, tudományos kutatók, akiknek nagyon sok írásra dokumentuma jelenik meg, és ez a mi kincsünk is. Akkor ez egy érdekes dolog most, hiszen ebben a teremben találhatóak a legújabban megjelent dokumentumok is, és a legfrissebb kiadványok, és mindemellett persze mégiscsak a különlegességét, a könyvtári jellegét adja az is, hogy nagyon szép régi könyvek vannak, úgyhogy én mindenképpen szeretném, ha különlegességekről is szót ejtenénk. Igen, itt az említett Kudara Károly féle könyvtárton, itt ez a kihajtott lap, ez egyetemi könyvtár nagy olvasó terme, és itt a könyvnek a címoldala. Látszik 1893-ban kiadott könyvtártan, egyik az elsők közül, amelyek a világon megjelentek ebben a témában. Aztán hadd mutassam be, szintén a könyvtári tájékozódást szolgálja. Az egyik első magyar bibliográfiánk a Magyar Könyvház 1783-ból, tulajdonképpen egy bibliográfia. És ugyancsak bibliográfia, ez a Széchenyi István könyvtárát katalogizáló bibliográfia. Akkor a tudományos gyűjtemény. Nagyon sok helyen ma már ezeket a régi könyveket csak mikrofilmen lehet elérni. Nálunk még megfogható, és mondhatom, hogy például a tudományos gyűjteményt ebben a tanévben is használták a diákok, tehát például volt olyan feladatuk, hogy egy-egy folyóiratot jellemezzenek, és a tudományos gyűjtemény, amely a bibliográfiából kikeresték, hogy a tudományos gyűjteményben van több cikk is, ami használatos, és hát ez egy ritka pillanat, hogy nekünk a tudományos gyűjteménynek a évfolyamait kézbe tudtuk adni nekik. Éppen vagy ezt akartam kérdezni, hogy kézbe vehetőek-e, hiszen igen, megilletődve állunk mi is egy kicsit itt, és nézegetjük ezeket a régi könyveket, és olvassuk az 1800-ból, 1700-ból származó kiadási éveket. Igen, ők is így fogták meg a lapjait. Igen, érdekes nyelvészetileg és történetileg is mindenképpen, és ugyancsak ezek közé, a kiadványok közé tartozik például a reformkori országgyűléseknek, ez egy jegyzőkönyve, ez éppen egy 1834-es kiadás. Az 1830-as éveknek a jegyzőkönyvei vannak meg könyvtárunkban, hiányosan ugyan, de hát ez is nagyon nagy szó. És még a lapozása is egészen más, mint amihez szoktunk. És kik azok, akik leginkább ellátogatnak ide, hiszen széles a gyűjtemény, beszéltünk módszertanról, helytörténetről, könyvtártanról is. Elsősorban a könyvtárszakos hallgatók és a magyar szakos hallgatók, akik keresnek bennünket, tehát ők az állandó vendégek, de mondhatom, hogy nagyon sok fajta kívánság jön, érkezik ide hozzánk. Említhetném, hogy régi diákjaink, vagy régi diákjainknak az ismerősei sokszor keresnek évkönyvekben, tudományos közleményekben, és most például a karácsonyi szünetben, valószínűleg Egerbe történt kirándulás alkalmával, többen is jöttek be az ország más részéről, akik XY-t keresték az évkönyvekben, szerették volna megnézni, hogy mikor végzett pontosan, hogy szerepel, esetleg fotó létezik erről.
róla az évkönyvben. Tehát ilyen vendégeink is vannak elég sok. A nyelv és könyvtártudományi részleg megismerése után arra biztatom önöket, hogy kerekedjenek fel és ismerjék meg, hogy hogyan működik a valóságban is ez a gyűjtemény.